Szervusz, Éva! Éva, jó reggelt! Jó reggelt! Na! De szép ez a felső, az előbb nem ebbe voltál, de az is nagyon szép volt, és ez is nagyon szép. Gondoltam, hogy egy kicsit újítok. És ez a kalap? Több kalapot kellene hordanunk szerintem. Ez a különbség. Rengeteg kalapom van. Nekem nagyon sok. Én például koncerteken is szoktam váltogatni, tehát több kalapom is van. Vannak olyanok, ami egy ilyen energetizáló kalap, van egy barátom, aki egy nagyon nagyszerű kalap készítő mester. Régen olyan sok kalapot hordtak a nők, szerintem majd körülnézek, nem tudom, hogy nekem mi állna jól. És most nagyon-nagyon divat, ezt vettem észre. De mitől energetizál a kalap? Hát attól, hogy egyrészt aki csinálja, az ismeri az én ezoterikus térképemet, aha, és olyan fajta ilyen féldrága kövek és mindenféle jelek vannak rajta benne, hogy ugye azok egyszerűen nem engedik, hogy elmenjen az energiám. Hát egyébként régen, ugye nagyon régen az emberek, akár a szobrokon látjuk, a régi festményeken, mindig hordtak valami fejfedőt, mert tudták, hogy itt megy el az energiánk. Igen. Gyerekek, igen. Eszembe jutott valami nagyon jó. Nekem, engem tudjátok, miért energetizál a kalap? Mert hogyha épp nagyon gáz a frizurám, akkor összeszek egy kalapot, és egyből telleszek energiával, mert senki nem látja. Például, ugye milyen okos. Hát én ezért szoktam a koncerten ugye hordani a kalapot, amikor már totál kész a hajam, akkor gyorsan a fejembe nyomom, aztán kész. Ez azt jelenti, hogy kalapot látok rajtatok, azt jelenti, hogy... Valami gáz volt reggel a készülődéssel. Rossz a pénzre. Későn keltünk. Ápol és eltakar. Na és Rómában hányan hordanak kalapot? Rómában is én láttam nagyon-nagyon sok olyan kirakatot, olyan nyaralót, akinek a fejében kalap volt. Tehát ez most úgy látszik, hogy egy fontos eszköz lett ugye a nyáron. Hát azért gondoljunk csak ezekre a hőségriadókra, ugye, ami Európára jellemző volt, az ellen is nagyon jól véd a kalap. Nekem régen volt egy olyan szokásom, hogy tele volt mindenféle emlékekkel a kalapom, hát az mondjuk egy nyári kalapra nem illik, de lehet, hogy... De itt látom a fotót, azon nincs kalap rajtad. Ezen nincs. Ez viszont jó hangulat, az volt, az látszik. Ez 2 évvel ezelőtt készült, Floridában volt. Húha, de jó. Az volt a nagyszerű, hogy Dávidot is ki tudtam vinni magammal, ezek fellépések voltak, de hát mondanom se kell, hogy elsősorban, illetve mindenképpen, tehát ugyanannyira fontos volt az, hogy ott lássunk is, meg nézegessünk. Hát ha már ilyen messzire elmegy az ember, akkor nézzen körül rendesen. Hosszú volt ez a nyár? A szabadságot nézve megadatott az, hogy? Nem, a szabadság az kevés volt. Tulajdonképpen ugye nálunk mindig az van, hogy többféle produkció van. Van azért a szép nyári nap az operetben, vannak a koncertek, ahol ugye azért legalább 15 ember dolgozik rajta, hogy úgy mondjam, mert most egy ilyen teljesen megújult színpadképpel dolgozunk, minden egyes koncerten ugyanaz van. Ezekhez alkalmazkodni kell, fellépések, azoknak én lennék az ura, de hát az meg ugye az embert mindig egy új kihívás. Tehát úgy értem, hogy nem szabadon gazdálkodik az ember az. Hát nyáron éppen csoda, hogy egy hetetek is volt elmenni nyaralni. Igen, igen, és ez a Lignano, ez egy nagyon jó pofa hely. Még a 80-as években volt egy jól sikerült tévés produkció, Lignano rózsája, az volt a címe. Aha. És akkor bejártuk, hát egyrészt Velencét és Lignanót is, tulajdonképpen akkor szeretett bele a társaság ebbe a Lignanóba. Hemingway is járt ott, amit a nagy becsben tartanak az emlékét. Úgyhogy igazán, ha valaki úgy szórakozni vágyik, akkor azt hiszem, hogy jó hely. De én sok munka után, te milyen típus ember, hogy inkább fekszel és magadban szívod a napsugarakat, vagy inkább mennél és látni, nézni, sétálni? Hát, ha nyár és rövid idő, akkor inkább fekszem, és akkor viszek egy halom olvasnivalót, viszek hosszút is, rövidet is, mert azért úgy napozás közben nem nagyon kényelmes olvasni, de igazából mindig arra vágyom, hogy egy ilyen vízilovazásra, én úgy hívom, amikor aha, az ember úgy bele csobban a vízbe, és akkor... De azért ez egy gasztrokalandozás is volt, nem? Hiszen tanultál valami nagyon finom saláta receptet, amit azóta itthon is elkészítesz. Így van, hát egyrészt ugye az olasz konyha az nagyon jó, tengeri herkentyűkkel el voltunk látva,
és a saláta, amit ott találtam, hát az egy isteni dolog volt, ami kapri bogyóból, igazi bogyóból, rukolából. Igazi bogyó. Bár úgy értem, hogy igazi oliva bogyó. Ja, igen. Igen. Miért? Bogyó-bogyó? Jó, értem. Azért van. Van különbség, az biztos. Árnyal. Bizony. Így van. Úgyhogy ezeket igyekszem itthon is, hát hál' Istennek már sok mindent lehet itthon kapni. Úgyhogy egy ilyen nagy kapribogyós saláta az mindenhez megy. Úgyhogy az olívaolaj, vagy hát amit én nagyon megszerettem, a különböző növényi olajak, azok az mindig hasznosak, meg egészségesek. Jól emlékszem, hát mi együtt főztünk, illetve egy műsorban főztünk. Te... Emlékeztes, én akkor nagyon rossz voltam, Jossi, bocsánat. Dehogy voltál rossz? Voltál az oka, mert ugye közben döbbentem. Mert vegetáriánus kaját kellett főzni. Vegetáriánus a Jossi. És hát szóval ez nagyon rossz. Ez megnehezíti az ember dolgát, nálam is csak káposztás tésztát kaptál, szegény, pedig de kacsa. Bocsánat, egyikőtöknek sem voltam őszinte, hanem diplomatikusan dicsételek benneteket, ugye? Kélem, én rossz volt a káposztás tészta, most mondom. Nem, jó volt, finom volt, és semmi baj nem volt vele. Semmi baj nem volt. Tudod, otthon főzni a legjobb. Tehát ez így máshova megy az ember. Hát ott nem ugyanaz. De talán majd egyszer bepótoljuk. És volt olyan, hogy csak úgy elmentél hétvégén, kaptál szabadnapot, és akkor rövid kis utak, mert azok is eléggé kipihentetőnek. Persze, ilyen kis miniszabik. Persze, teljesen jó hát az ilyen kis wellness hétvégék azért az megadatott egy párszor. Voltam Zalakaroson is például, hát olyan gyönyörű a város, és ott azért el lehet lenni egy jó darabig, úgyhogy az nagyon jó. Nekem van egy álmom, nem tudom, hogy sikerül-e majd, hogyha egy kicsit több időm lesz, hogy végigjárni úgy Magyarországot, hogy minden városban lenni, attól függ, hogy miért, ugye több napot, több-kevesebb napot, de lehet, hogy tök egyedül. Tehát én úgy egyedül mennék, és ha színházba megyek, akkor színházba, ha wellnessezni. Ez egy őrület, hogy az ember utazza az országot keresztül kasul, és akkor kérdezik, hogy milyen Gyula. És mondom, hogy hát a főtér a szép tulajdonképpen. Mert azt láttam csak. Igen, mert a tábla le van első. Ilyeneket.